A nyelvtanulás fontosságát ma már senki nem kérdőjelezi meg. A legtöbb fórumon inkább arról lehet olvasni, hogy mikor és hogyan kell elkezdeni egy idegen nyelv elsajátítását. Az anyanyelvi környezet rengeteget segíthet, de azt nem engedheti meg mindenki magának, hogy több hónapot másik országban töltsön. Köszöntöm a stúdióban Viraszkó Szilvia, angol-orosz nyelvszakos tanárt, a Vasvári Gimnázium nyelvtanárát, és hát mi régi kollégaként tegeződni fogunk most a beszélgetésben. Szervusz, mestert kívánok! Kezdjük tehát azzal, hogy hogyan és mikor érdemes elkezdeni egy kisgyerekkel egy nyelvet megismertetni. Nagyon sokszor irigykedünk azokra a sok nyelvű gyerekekre, akik olyan családba születnek eleve, hogy két országból származó szülőpárhoz születnek. Ez egy speciális helyzet. Igen, valóban ez egy speciális helyzet. Én úgy gondolom, hogy akkor nyilván, hogyha ebben a helyzetben vannak a szülők, hogy két nyelvű családban, vagy esetleg külföldön növekedik az a gyermek, akkor valóban két nyelvet fog megtanulni. Anyanyelvi szinten. De hogyha itthon Magyarországon, vagy Nyíregyházán, vagy bárhol próbáljuk azt, hogy anyanyelvi szinten megtanulja, ezt tegyük a szívünkre, a kezünket, nem biztos, hogy sikerülni fog. Én úgy gondolom, hogy érdemes esetleg már óvodában dalokat, verseket megtanítani gyerekeknek, hozzászokatni ahhoz, hogy van az anyanyelvén kívül egy másik nyelv is, de ez nem fog igazán készségé válni ő benne, és nem lesz az anyanyelve. Lehet, hogy sokkal könnyebb lesz neki az iskolában majd, amikor elkezd nyelvet tanulni, de ez van, amikor éppen a visszájára is fordul, van, amikor éppen a magyar nyelv szabályainak az elsajátításában, a magyar olvasás, írás megtanulásában ez problémákat okozhat. Akár még diszlexiához is vezethet. Ezek szerint akkor azt javaslod, hogy előbb tanuljon meg rendesen magyarul a gyerek, akár írni, olvasni, és a nyelvtani szabályokat sajátítsa el, és csak azután indítsunk egy idegen nyelvet? Én így gondolom, hogy ez így van. Tehát mondom, versikéket, dalocskákat lehet, de az, hogy folyamatosan angolul, vagy németül, vagy bármilyen nyelven egy magyar anyuka beszéljen a gyermekéhez, ebben nem vagyok biztos, hogy jó. És láttam már ilyeneket, láttam fölnőni így gyerekeket, láttam olyanokat, akiket mindenféle nyelvi óvodákba hordtak, és nem adta igazán azt az eredményt, amit a szülők is elvártak volna. A szókincse lehet, hogy sokkal nagyobb lesz a gyereknek hamarabb, mint a kortársainak, de nem biztos, hogy a bátorsága meg lesz ahhoz, hogy megszólaljon az adott idegen nyelven. Érteni fog, de beszélni nem biztos, hogy fog jól. Mi az, ami más, hogyha születésétől kezdve két nyelven beszélnek a gyerekhez? Akkor nem zavarodik össze ez a egyik nyelv, másik nyelvnek a nyelvtani szabályai? Szerintem összezavarodhat. Van ezzel kapcsolatban is tapasztalatom, ismerős például, hogy külföldi a mama, magyar az édesapa, és a gyerek bizony összezavarodik 3 évesen, és a mondatokat is úgy rakja össze, hogy az egyik szó idegen nyelven van, a másik pedig a magyar nyelven, tehát összezavarodik a gyerek, de valószínű, hogy ez utána azért kialakul bennük, és helyre rakódik, de nyilván ez éveknek a kérdése. Mitől függ egy nyelvnek a sikeres elsajátítása? Azért a régebbi, akár az én korosztályom is teljesen más metódussal tanultunk nyelveket, több-kevesebb sikerrel, ugye az orosz nyelvre gondolunk, és ugye speciálisan te orosz nyelvtanár is vagy, szóval azért volt, aki évtizedekig küzdött az orosz nyelvvel, és nem sokra jutott vele. Én úgy gondolom, hogy manapság, mivel nagyon jó könyveink vannak, akár melyik nyelvhez, akár az oroszhoz, angolhoz, némethez, nagyon jó tankönyvek vannak, én azt gondolom, hogy elsősorban a tanulónak a motivációján függ. Tehát amikor nem vagyok motivált, nem akarok tanulni, akkor küszködni fogok. De ez ugyanígy van bármivel, tehát egy sportággal, egy képzőművészettel, bármivel. Ha én azt nem akarom csinálni, nem fogom megtanulni. Tehát hogyha a diáknak van személyes motivációja, akkor jó könyvekkel, rengeteg internetes és mindenféle lehetőséggel meg fog tudni tanulni jól egy nyelvet, én úgy gondolom, anélkül, hogy külföldre sokat utazna, mert nyilván ezt nem mindenki engedheti meg magának, ahogy mondtad is. Jó, hogy említetted az internetes eszközöket, mert nagyon szeretjük ezeket negatív színben feltüntetni, ezeket a virtuális világot erősítő eszközöket, de ez speciálisan az a terület, amiben nagyon nagy hasznát tudják venni, akár a gyerekek, akár a felnőttek. Hogyan javaslod ezeknek a használatát? Akár
szülők mindig panaszkodnak, hogy a gyerek órákat nyomkodja a telefonját. Hát ha órákat nyomkodja a telefonját, akkor értelmes dolgokra is lehet, nyilván nem órákat, de hosszú perceket, hosszú időt eltölteni azzal, hogy nyelvet tanuljon. Kiváló nyelvoktató oldalak vannak, akármelyik nyelvhez. Keresgetni kell az interneten, meg kell találni. Szakemberek, tanárok biztos, hogy mindenkinek adnak segítséget, vagy éppen a gyerekek egymásnak, hogy én ezt az oldalt használom, én azt az oldalt használom. Használják és éljenek vele, mert rengeteget lehet így tanulni. Akár hallás utáni értést, akár olvasott szövegértését, beszélgetni, kommunikálni csoportokban például. Sokan játszanak egymással idegen nyelven. Már ez is jó, hogyha ő neki van egy hobbi, egy számítógépes játék, hogy az külföldi csoportokban, külföldi gyerekekkel teszi meg, és használ angolt vagy németet közben. És hát bármilyen sorozatot, filmet, bármilyen nyelven el lehet érni az interneten. Természetesen, így van. És a szülők is motiválhatják a gyerekeket, hogy esetleg a gyerek segítsen a szülőnek, hogy nézd anya, ez ezt jelenti, nézzük együtt, akár egy rajzfilmet, anya, ezt is le tudom fordítani, ezt is megértem már. És akkor a szülő is tudja ilyen módon motiválni a gyerekét. És közös tevékenységre is szerintem ez kellő alkalmat teremthet. Létezik olyan ember, aki teljesen alkalmatlan nyelvtanulásra? Tehát egyszerűen az agya úgy működik, hogy, nem tud. Én lassan 40 éve tanítok, de nem találkoztam még ilyen emberrel. Nyilván van olyan, akinek sokkal nehezebben megy, mint akinek sokkal nehezebben megy. Akár a matematika, akár egy futás, egy úszás, bármi, de meg lehet tanulni. Tehát rengeteg gyakorlással, akarattal meg lehet tanulni egy jó szinten egy idegen nyelvet, úgy gondolom. Évtizedek alatt látsz-e valamilyen változást abban, hogy mennyire motiváltak a fiatalok abban, hogy, idegen nyelvet tanuljanak? Szerintem sokan motiváltak most már, és egyre motiváltabbak a gyerekek, mert a továbbtanuláshoz is erre nyilván szükségük lesz. A jövő évtől valószínűleg, hogy nem tudnak jelentkezni majd egyetemre, akkor, hogyha nincs nyelvvizsgájuk, ez azért nagyon nagy motivációt jelent, de az is motivációt jelent, hogy éppen filmeket és bármit megértsek, és hogyha külföldre utazom, tudjam magam megértetni. Tehát ez is egy nagy motivációt jelentett sok embernek. Milyen nyelvekben gondolkodnak elsősorban, hogy az angol az teljesen természetes, de azon kívül milyen nyelveket választanak szívesen a fiatalok? Hát az angol nyilván, én azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy ha angolul beszélsz, akkor az már olyan, mintha magyarul beszélnél, mert angolul gyakorlatilag mindenki beszél már. Tehát az angol, az muszáj, hogy tudjál, angolul, és emellé még én azt szoktam mondani, hogy egy általában egy Európában jól ismert, sokat használt nyelvet. Nyilván itt a német, spanyol, orosz, francia, ezekre gondolunk, olasz, de nagyon sokan érdeklődnek, egyre többen, nekem is vannak tanítványaim, japán, kínai szakukra mennek el gyerekek, mert éppen a kuriózum érdekli őket. És talán van is erre kereslet, és különleges van is erre kereslet valóban ritka nyelvek ismeretére. Szilvi, köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velünk. Én köszönöm.